Folytatjuk tovább a mokkát. Az állattartásban is külön választják az egészséges és gyengébb malacokat. Ezt mondta egy iskolai rendezvényen Szigetvár polgármestere, aki szerint, idézem, vicc az is, hogy alapvetően ma az egészséges gyerekek és hátrányos helyzetű, és nem teljesen 100%-os gyerekeket egy iskolában tanítatjuk. A tények összefoglalója után a polgármester Vas Péter lesz a vendégem. Vicc az is, hogy alapvetően ma az egészséges gyerekeket, a hátrányos helyzetű és nem teljesen 100%-os gyerekeket tulajdonképpen egy iskolában tanítatjuk. Vas Péter, Szigetvár független polgármestere néhány hete mondta ezt egy iskolai rendezvény után. A beszédét valaki feltöltötte az internetre. A polgármester malacokkal példálózott, amikor gyerekekről beszélt. Ez az állattartást úgy csináljuk, hogy sokkal humánosabb, hogy az egészséges malacokat egyszerűen átviszik az utónevelőnek. A gyengébeket külön rakjuk, minőségi barát adunk nekik, és megpróbáljuk fölhozni arra a szintre, hogy a jobban közik elkerülésre. Voltak itt sokkoltak a polgármester mondatai a baranyai kisvárosban. Hogy az, hogy malacoknak titulálta őket, az egy kicsit durva volt. Tehát, hogy állatokhoz hasonlítja az ember, az egy kicsit sarkallatos. Mások egyetértenek a polgármesterrel. Vendégem tehát itt a stúdióban nem más, mint Vas Péter, Szigetvár polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És bízom abban is, polgármester úr, hogy némiképp ezt meg tudja magyarázni. Csak azok kedvéért, ez az apróság az egész történetnek, hogy ön ugye állatorvos, tehát nyilván ezért élt ezzel a hasonlattal. Hogyan értékeli utólag? Nem hasonlatról beszélünk, hanem példát mondtam. Nem betegnek hívtam a gyerekeket, hanem azokat a gyerekeket az én időm, amikor iskolás voltam, abban az időben is voltak részben családi háttér miatt, részben genetikai okok miatt olyan gyerekek, akik nem érték el az akkor még kötelezően 6 éves gyermeknek a szintjét, és ezeknek a gyerekeknek annak idején is segítségre volt szükségük, és ezt a úgynevezett kisegítő iskolában, olyan pedagógusok, akinek ez volt a szakmájuk, ezeket a gyerekeket képezték, tanították, okították, és ennek következtében ezeknek a gyerekeknek a 30-40%-a 100%-os értékű magyar állampolgárrá vált. Ezt onnan tudom, hogy az én családomban apukám, anyukám és a unokaöcsém, unokabátyám pedagógusok, tehát rengeteg pedagógus van a családunkban, és az ő elmesélésükből tudom. Én nekem nem szokásom egyébként, hogy másoknak a szakmájába érdemi döntéseket hozzak. Ez a felvétel, amit az előbb láttunk, ez tulajdonképpen akkor történt, amikor Szigetváron be akarták zárni a középiskolát, és én azon az úgynevezett, nem nevezném tüntetésnek, hanem szimpátia felvonuláson természetesen részt vettem, mert az ott tanító középiskolás igazgató asszony azt mondta, hogy szerinte az helyes döntés, hogy Szigetváron ne legyen bezárva a középiskola, és természetesen elkísértem őket. Utána egy régebbi élményt, amikor még én voltam gyerek, akkor az volt a jellemző, hogy ezekben a kisegítő iskolákban, amelyek működtek, amelyben az én apukám elmondása szerint valóban 30-40%-a visszakerült a teljesen normális életbe, és én ezt jónak tartottam. Példának bátorkodtam azt mondani, hogy természetesen nálunk a biológiában is van olyan, hogy akkor, amikor ezek a malacok fejlődnek, 12-14 csecsemője van egy göbének, ha 18-at elég, értelemszerűen van 3-4, ami kicsi. Több göbé esetében összegyűlik egy bizonyos mennyiség, ezekre jobban oda kell figyelni, minőségibb tápot és minőségibb mikroklimát kell biztosítani. Polgármester úr, ezt lehet érteni, de ön ugye most egy ilyen fizikai adottságról beszél, amikor a malacokat említi, amikor pedig az ember arról beszél, hogy mondjuk integrált körülmények között kell akár a gyengébb teljesítményű diákokat együtt tanítani a rendes diákokkal, tehát akiknek ugye a készségük, képességük mondjuk színnek megfelelő, akkor biztos nagyon sokan támadják ön, mert hogy a rendszer ez, mindenki erre törekszik, nem külön kell választani, hanem pont együtt kellene őket kezelni. Utólag azért, tényleg azt mondja már meg nekem, hogyha most még egyszer megtartaná ezt a beszédét, élne ezzel, jó, nem hasonlattal, hanem példával? Mondhatnék mezőgazdasági példát is, de tulajdonképpen elmondhatom a paprikát is, hogy azok elültetik, lesz egy paprika, mikor megérik, lesz egyik a legszebbet, utána tud beérni a másik, és legvégén a harmadik. Háromszor kell szedni. De ez nem jelenti azt, hogy én most őrölt paprikának hasonlítom össze a gyerekeket. A lényeg az, hogy egy példát mondtam. Egy példa az arra való, hogy az én életemből alátámasztam azt, amit az előbb próbáltam elmondani egy másik szakmából, amihez nem értek, csak azt tudom a tájékoztatás alapján, amit annak idején
elején nekem elmondott az apukám meg az anyukám, hogy az a rendszer működött. És addig, amíg ez a másik rendszer épp ész érvekkel és konkrét adatokkal nem tud meggyőzni arról, hogy ez a rendszer jobb, mert a tévedések elkerülése véget a családi körömben van egy olyan gyermek, aki oxigénhiányosan született, köldöksi anyag, oxigénhiányosan született, és ez a gyermeket ebben a rendszerben magába zárkózott lett, és most azzal foglalkozik az apuka, anyuka, hogy ezt a gyereket legalább olyan szintre visszahozzák, mint amikor elment iskolába. Tehát azért mondom, hogy de biztos, hogy a nagyszámok törvény és a szakemberek majd idővel meg fogják adni a választ, és mindenkit meg fognak győzni, természetesen engem is, hogy ez a rendszer jobb, mint a régebbi volt. Én azt láttam működni, és ezt példákkal szerettem volna alátámasztani. De ugyanakkor, mint közszereplő, meg mint polgármester, ön is tudja azt, hiszen ebben azért most már van jó nagy tapasztalata, hogy könnyen vékony jégre tud menni ilyenkor egy polgármester, hogyha mondjuk az felelőtlen kijelentés, tehát többen felvetették azt, hogy mondjon le. Igen. Ezt követően lemond? Nem. A lényeg az, hogy azok a gazdák és azok az emberek, akik engem megválasztottak, én kaptam ezután a fellakott videó után több tucat telefont, és ennek a kétharmad része az arról szól, hogy Doki, végre volt egy olyan példa a tévében elhangzott, amit még én is értettem. És ez példa volt. Nem összehasonlítás. Igen. Polgármester úr, mind a ketten tudjuk, hogy azért, mert most önnel sokan egyetértenek, ez nem feltétlenül jelenti azt, vagy jelentheti azt, hogy valaki nem suta, hanem egy kellemetlen vagy kínos kijelentést tesz. Én meggyőződésem szerint, ismerve saját magamat, tulajdonképpen példaként, lehet, hogy akkor kis cicákat mondanék példaként, de csak a saját szakmámból tudok hozni példát, mert ahhoz értek. És ahhoz, amikor alá akarom támasztani azt, amiről csak érzéseim vannak, és egy régi pedagógus, aki már halott, annak az elmondása alapján alá akarom támasztani, és csak a szakmámból fogom. Visszakanyarodva ahhoz a felvetéshez, amivel elkezdte ezt az interjút, beszélgetés, hogy tulajdonképpen egy iskola bezárás és eseménnyel kapcsolatos szimpátia demonstráción, igen, vett részt, végülis akkor most megmentette az iskolát, vagy nem? Hát nem ön egyedül. Nem, bocsánat, ez mindig közösségi munka. Amikor valami jó sikerül, az mindig közösségi munka. Hogy legalább valami jó is legyen, akkor már történetében. Igen, nem zárják be most a középiskolánkat. Úgy tűnik, de egyébként ez, ha megnézzük a térképet, akkor nagyon jól látszik, hogy azzal tulajdonképpen az összes olyan gyereknek ártanának, aki középiskolai oktatásra vágyik, mert tulajdonképpen egy 30 km-es körzetben lenne ismét egy fekete pont. Tehát én azt gondolom, hogy ez hosszabb távon meg fog maradni. Hát polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Azért a végén szerintem ennyit illik elmondani, hogy ugye én is szigetfári vagyok, tehát jól ismerjük ugye tulajdonképpen egymást. És egyébként csak azért sajnálom ennek a beszélgetésnek az apropóját, mert mondjuk a Zrínyi napokról is beszélhettünk volna, de majd kerítünk rá egy másik alkalmat. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.